1944. október 14-e. A sofőr gyorsan hajt a Berlinből érkező fekete limuzinnal. A hátsó ülésen lévő férfi haldoklik. Egy háborús hős. A részvitt táviratot már megírták. A gyilkos koszorúja már úton volt. Hitler elhalmozta kitüntetésekkel, és tábornaggyá nevezte ki. Az emberek bálványa. És mégis egy tragikus sors. Hitler tábornokai. Rommel. A hős. Nagyon magas pozícióban lévő emberek utasították az úgynevezett öngyilkosságra. A temetési szertartás csak porhintés volt. Senkinek sem volt szabad megtudnia, hogy mi történt, de a család tudta. Nagyon meg voltunk rendülve. Rundstedt csak annyit mondott, apád meghalt, majd távozott. Baljóslatú volt. A Führer felkért bennünket, hogy vegyünk búcsút Rommel tábornagytól, aki a csatatéren vesztette életét. Megsebesült egy autóbalesetben, Normandiában. Tompán éreztem a tehetetlenséget, és reméltem, mindez hamar véget ér. Von Rundstedt helyezte el a Führer koszorúját. Aljas dolog volt állami temetést rendezni. Az egész rendszer képmutató volt. A rendszer legendává és propaganda hőssé változtatta Erwin Rommelt, a tobruki győztest. Végzetes szerződést kötött a hatalommal. Pályafutása 1942. szeptemberében érte el csúcspontját. A náci rezsimnek győztesekre volt szüksége. Oroszországban a dolgok nem álltak a legjobban. Hitler kedvenc tábornagyát, Goebbelst bízták meg azzal, hogy olyan szertartást rendezzen, amely nem csak a német népet, de az egész világot felvillanyozza. Hogyan teremts bálványt? Rommel bátor katona volt, hős lett Afrikában. De egyben ő volt a rendszer bábja is. Rommel tábornagy Hitlertől vette át a marsalbotot. Katonásan, és mégis oly hűségesen állt Hitler előtt, hogy arra gondoltam, számára az volt a legfontosabb, hogy győzelmeket helyezhessen a Führer lába elé. Továbbra is Hitler volt Rommel bálványa. Hitler kitüntetése a legnagyobb megbecsülés jelképe volt. A karddal és gyémánttal díszített vaskereszt. Valójában az első világháború idején tanúsított hősiessége miatt már kitüntették a legmagasabb német rendjellel, a Pour le Mérite-tel. A Weimári köztársaság békéje alatt katonákat képezett ki a dísztéren. Kötelesség, engedelmesség, a haza. Ez egy apolitikus katona erkölcsi szellemisége, aki szabadulni akar Versailles békjóitól bármi áron. 1933. márciusában a Potsdami helyőrség harangjának hangjára egy színjáték folyt le. Az új kancellár ősi hagyományok felemlegetésével hitegette hallgatóit, akik semmit sem jelentettek számára, de Rommelt elragadta és ezt írta. Mekkora szerencse az országnak! Mindig küzdeni fogunk a nagyságáért és erejéért! Hitler felfigyelt Rommelre.
A Führer élet egykori futárra mély benyomást tett Rommel Gyalogsági támadások című könyve az első világháborúról. Hitler segítségével Rommel pályafutása gyorsan ívelt fölfelé. A Führer katonai kíséretének vezetőjeként tanúja volt a szudétaföldi és ausztriai győzelmeknek. Goebbels a virágok háborújának nevezte. Rommel ezt írta a feleségének. Az Isten szemelte ki arra, hogy a német népet a nap felé vezesse. Mágnesként vonz, hipnotikus erőt sugároz. A hadúr és tábornoka. És Lengyelországban megkezdődött az öldöklés. Esténként hosszan elbeszélgetünk a helyzetről. Jelen lehetek, és néha hozzászólhatok. Micsoda erő sugárzik belőle. Sokat vagyok a Führerrel. Gyakran bizalmasan beszélgetünk. Ez a bizalom a legnagyobb öröm számomra. Többet jelent, mint maga a tábornoki rang. A Führer nyugodt. Most naponta kétszer ülünk le az asztalhoz. Tegnap melléje ülhettem. Néhány héttel később Hitler együtt ünnepelt régi bajtársaival a müncheni Burgerbraukellerben. De a bomba már ketyegett. Adolf Hitler hangja 1939. november 8-a. Veletek töltök néhány órát, hogy a számunkra, a mozgalom és a német nép számára oly nagy fontosságú napra emlékezzünk. Hitler a tervezetnél korábban távozott. A propaganda gépezet ezt isteni gondviselésnek nevezte. Köszönjük meg Istenünknek. Rommel is ezt hitte. Látszik, hogy a gyilkossági merénylet megerősítette szándékait. Öröm ezt látni. Gondolni sem lehet arra, hogy sikerrel járhattak volna. És így Hitler tábornoka feljebb került a ranglétrán. Hitler megkérdezte apámtól, kíván-e valamit, és ő azt mondta. Egy páncerhadosztályt szeretnék. Az öreg lovassági tábornokok csak egy hegyi vadászhadosztályt bíznának rá. Azt is kapott. Hitler teljesítette kérését. Rommel megkapta a 7. páncerhadosztály parancsnokságát. A páncer, ez a modern fegyver tette őt legendássá. Minden szabályt felrúgva tört át Franciaországon. Gyakran el volt szigetelve a francia vonalak mögött messze a 6 test parancsnokságtól, ahogy ezt a felvétel is mutatja. Rommel a frontról irányított, a csapatai előtt haladt. Mi fiatalok az eszményi parancsnokot láttuk benne, azt az embert, akit a katonai kézikönyvekből ismertünk. Katonai kézikönyvek, de harc és halál is volt. Rommel szellemhadosztálya ott tűnt fel, ahol a legkevésbé számítottak rá. Nem kétséges, hogy karizmatikus egyéniség volt. Megihlette embereit. Ugyanakkor kiváló stratéga volt. De katonai teljesítményeit nem lehet a körülményektől függetlenül nézni. Kiért érte el ezeket a teljesítményeket? Milyen rendszerért? A bűnös náci rezsimért. Rommel hadosztálya ejtette a legtöbb foglyot, és szenvedte el a legnagyobb veszteségeket. Ugyanakkor egy érdekes színjáték kezdődött Afrikában. Mussolini megpróbálta megvalósítani álmát, az új római birodalmat. Teljes kudarc volt. Bűnbánó utazást tett Berlinbe, ahol a Duce támogatást próbált szerezni. Hitler odaígérte neki legmerészebb tábornokát. Előbb a hadsereg főparancsnokához mentem, aki ismertette új megbízásom. Majd a Führerhez. Sürgős, és csak a legszükségesebbeket vihetem. Az új küldetés nagyon fontos. Az első német katonák 1941 elején érkeztek meg Tripoliba. Rövidesen a 6 testnek az időszellemének megfelelő indulója is lett. Újra pergessük meg dobjainkat. Rommelünkkel előre.
az egész egy blöffel kezdődött. A február 15-én Tripoliban tartott felvonuláson Rommel többször is felvonultatta néhány tankját. Az angol ügynökök egy meg nem jelent hadseregről tettek jelentést. Rommelt Afrikában megelőzte a hírneve. Sokat beszéltek róla, főleg akkoriban, amikor tudtuk, hogy azt a hírt keltette, hogy a főparancsnokságunk nagyon elővigyázatos. De valójában ő meg akarta támadni a britteket. Amint az afrikai hadtest összeállt, Rommel azonnal útnak indította. Csapatai erejét illetően megint megtévesztette a briteket. Minden járművet felhasznált, hogy porfelhőt kavarjon. A Royal Air Force azonnal jelentette. Erős ellenség tart kelet felé. Habár a britek túlerőben voltak, 1941. április 6-án megtámadtuk őket Misilnél. Erőink egy részét eljuttattuk Dernáig is, hogy elfoglalják a partmenti utat, megakadályozva az ellenség visszavonulását. A sivatag rókája elemében volt. Két hónappal megérkezése után Rommel, a sivatag rókája, elérkezett az egyiptomi határra a tábornokok legnagyobb rémületére. Nehezen lehetett utánpótlást küldeni neki, és bírálták irányítását. Egy hadtest parancsnoka 6-700 vagy 800 kilométeres övezetet ellenőriz. Ő mindössze 3-4 vagy 5 kilométerre látott előre. Ez nem valami sok. De ő így tett. Sok katona csodálta. Szerintem nem cselekedett helyesen. Berlin helytelenítette Rommel makacságát. Halder, a fővezérkar főnöke ezt írta. Rommel nem való erre. Meg kell állítanunk ezt az őrült katonát. A brit 8. hadsereg Tobruk előtt ezt tette. Rommel támadása az erődítmény ellen végzetes eredménnyel járt. A hadsereg parancsnoksága karrieréhes kártyajátékosnak nevezte, aki pályafutása érdekében könnyedén feláldozta katonáit. Rommel másképpen látta az egészet. Elértünk a 3-as út elágazásig, de Tobrukot nem sikerült elfoglalnunk. Fájdalmas volt távozni 6 hónap ostrom után Tobruk elől. Nem áldoztam fel német katonákat. Nem kedvtelésből vezette katonái győzelemre. Halálukat egyszerűen elkönyvelte. A karriere érdekében tette. Ez volt a legfőbb célja. Rommel nem feledte, hogy a katona halála mekkora szenvedést jelent a családnak. Ezért próbált minél kevesebb embert veszíteni. Vér helyett veríték. Ez volt a jelszava. A gyűlölet nélküli háború mítosza. A hadifoglyoknak nem mindig jut meleg étel, de a németek mindent megtettek, ami tőlük telt. Mindig tiszteltük az afrikai hadtestet, mert hazájuk becsületére váltak olyan időkben, amikor sokan szégyent hoztak Németországra. Az afrikai hadtest és Rommel nem hozott szégyent hazájára. Volt egy közös ellenségük, a sivatag. A homokviharban mindenki egyenlő. A forró afrikai nap alatt a legyek, a homokviharok, a vízhiány és a kis fejadagok ellenére a német katonák és tisztjeik kitartanak. A propagandafilmek egy idilli Afrikát mutattak be. Úszkálás az oázis vizeiben, tojássütés a tankon, és a Lily Marlen, amit mindkét oldalon mindenki hallgatott. For a
der Kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wieder sehen bei der Laterne. A fagyos orosz télben a német hadat Moszkva előtt legyőzték. Rommel legendája jól jött a figyelem elterelésére. Január 21-én úgy döntöttünk, hogy támadunk. És egy csapásra végeztünk az ellenség készülődéseivel. Az afrikai hadtest távolabb jutott kelet felé, mint azt a legbizakodóbbak is gondolták volna. Gazalától 40 kilométeren át aknamező húzódott, amelyet Rommel délen Bir Hakimnél szakított át. Ezután megkezdődött utolsó és legnagyobb sikere, Tobruk erődítményének elfoglalása. A háború, mint sportműsor. Hajnali 5 óra 51 perc. Továbbra is zuhanó repülésben támadnak. Hihetetlen kép a Tobruki helyőrség fölött szálló füstoszlop látványa. Rombolás és halál zúdul alá. Hatalmas, gomba alakú felhő emelkedik fel. A bombák célba találtak. Tobruk elesett. Rommel tisztában volt győzelme jelentőségével. Néhány órával később helyszíni közvetítésben nyilatkozott. Tobruk elfoglalása betetőzte csapataink eddigi teljesítményét. A német és orosz katonák hatalmas erőfeszítéseket tettek. Bátran küzdötték át magukat a köveken, falakon és aknamezőkön. Az egyén eleshet, de a nemzet győzelme biztos. Rommel mindössze 24 óra alatt foglalta el Tobrukot. Stratégiai szempontból a győzelmet túlbecsülték, de pszichológiailag nagyon fontos volt. 33 ezer brit és szövetséges katonát ejtettek fogjul. Egy Hitler kedvére való fenegyerek. A Führer táviratot küldött az afrikai hadtest parancsnokának. Rommel tábornagy, képességeiért és a győzelemhez való hozzájárulásáért a mai nappal kezdődően tábornaggyá nevezem ki önt. Aláírás Adolf Hitler. Megtudtuk, hogy tábornaggyá nevezték ki. Egyesek a rádióban hallották. A hír futótűzként terjedt. Olyan boldog volt, mint egy gyermek. Nem ünnepeltünk. Nem volt pezsgőbontás, se ünnepi fogadás. Csak tudomásul vettük. A háború folytatódott. Állandóan fennállt annak a veszélye, hogy apámat meggyilkolhatják. Úgy tűnt, hogy nyitva áll az út Egyiptom felé. Rommel ezt írta haza. Alexandria már csak 150 kilométerre van. Rommel győzedelmesen vonult Kairó és El Alamein irányába. Csak arra gondoltunk, Úristen, hiszen Palesztina közelben van. Szinte megvoltunk róla győződve, hogy sikerrel fog járni, ugyanis sikert sikerre halmozott. A Via Balbián tört előre kelet felé. Az utat az olaszok kezdték építeni, az angolok fejezték be, és most a németek használták. A háború alakulásával állandóan változott a neve. Ezen az úton az El Alameini előőrs közelében az ellenség Rommelre várakozott. A britek számára El Alamein volt az egyetlen esély arra, hogy megállítsák a sivatagi róka előretörését Kairó felé. A védelmi vonalba több százezer aknát fektettek le. Ez a vonal néhány kilométer széles és 50 kilométer hosszú volt. A földközi tengertől a sivatagon át az áthatolhatatlan Kattara völgyig tartott. Itt nem lehetett bekerítéses támadást végrehajtani.
Ha Rommel el akarta foglalni Kairót, Alexandriát és a Suezi csatornát, itt kellett áthaladnia. A döntő ütközetet itt kellett megvívnia. A brit főparancsnok Auchinleck tábornok nem csak a német tankok ellen küzdött, hanem Rommel legendájával is szembe kellett néznie. Rommelt mindenki csak sivatagi rókának nevezte. A parancsnokságot ez dühítette, és próbáltak meggyőzni bennünket, hogy nem legyőzhetetlen, de mi nem nagyon hittünk nekik. Rommel az egyiptomiak számára is legendássá vált. Azt várták, hogy az angol iga alóli felszabadítóként vonul be Kairóba. A Rommel párti tüntetések szinte mindennaposak voltak itt. Amikor 1942-ben Rommel tábornok elérte El Alameint, az emberek azt hitték, hogy a német hadsereg megszabadítja őket az angoloktól. Ahogy mondják, ellenségem ellensége a barátom. Az ellenállást az egyiptomi hadsereg tisztjeinek egy csoportja vezette. Anwar Sadat a későbbi egyiptomi elnök is tagja volt. De ezek az álmok elvesztek a csata zajában. Az afrikai hadtest előretörését megállították. Közben Berlin ünnepelt. Goebbels feljegyezte. A német nép legendás hősként csodálja Rommelt. Több ilyen tábornokra van szükségünk. Megvetettük azt az embert. Nyilvánvaló volt számunkra, hogy aki Hitlernek dolgozik, az szintén bűnöző. Ez ellentmond a történelmi igazságnak. Semmi sem támasztja ezt alá. Rommel és nemzedéke tragédiája, hogy a propaganda áldozatává váltak, és későn vagy egyáltalán nem fedezték fel a rezsim embertelenségét. Rommel továbbra is a propaganda fényében fürdött. Még nem fedezte fel annak az embernek az igazi jellemét, aki kitüntetéseket adott át neki. Közben El Alameinnél megkezdődött a döntő csata. Churchill új ellenfelet vetett be, Montgomery tábornagyot. Tanult elődei hibáiból és elsöprő fölényre tört, mind a szárazföldön, mind a levegőben. Az afrikai hadtestre a pusztulás várt. Rommel sietve visszatért, csak egy megoldást látott, a visszavonulást. De Hitler utasította, hogy tartson ki az utolsó emberig. Hitler kitartásra vonatkozó parancsa a véget jelentette volna, és katasztrófa lett volna Rommel számára. Ekkor szakított Hitlerrel, mert felismerte, hogy Hitlert nem érdekelték a katonái. Rommelben volt annyi tartás, hogy ellenszegüljön. Hadurába vetett hite komolyan megrendült. Lehangoltá vált, és a pusztulás látomása gyötörte. A feleségéhez írt búcsúlevelében ez állt. Rád és az együtt töltött 26 évre gondolok. Ugyanakkor Manfredre is. Istenhez imádkozom értetek. Éjszaka ébren fekszem, és egy megoldáson töröm az agyam, hogy megmentsem szegény katonáimat. Sikerült megmentenie 10 000 embere életét. Lehet, hogy egyszer majd átértékelik Rommelt. Lehet, hogy egy szép napon többre fogják értékelni Rommel tunéziai visszavonulását, mint előretörését, mert sikerült megmentenie hadseregét. Ez 3000 kilométer megtételét jelentette. Mindkét oldalról támadták, a britek keleten és nyugaton a nemrég partra szállt amerikaiak. Egy utolsó próbálkozást tett, hogy megmentse csapatait. Apám a Führer főhadiszállására repült, és javasolta az afrikai hadtest visszavonását
Olaszországba. Ezen nagyon összevesztek. Hitler elkergette apámat, majd utána ment, és visszahívta. 1943. márciusában Rommel örökre elhagyta Afrikát. Hitler visszahívta, mert egy hősnek nem szabad veszítenie. Az afrikai hadtest májusban megadta magát. A visszatért hőst mindenhová elvitték. Goebbels gyerekei számára ő volt Rommel nagybácsi. Munkanélkül maradt tábornagyként, nagyon szerényen viselkedett. Leültünk és beszélgetni kezdtünk. Moninger mondta, tudnod kell, hogy milyen keveset közölnek velem. Csak a sajtóból és a rádióból értesülök az eseményekről. Ezzel azt akarta mondani, hogy őt már leírták. Látszólag nyugodt volt, de lehangolt. A háború elveszett, de a vezetők nagyon fanatikusak. 1942-től ő és családja az Ulm melletti Herlingenben élt. Itt találkozott 1943-ban a régi barátjával, Karl Strolinnal, a stuttgarti polgármesterrel. Ő beszélt neki a lengyelországi mészárlásokról, és otthon mesélt nekünk a zsidók elgázosításáról. Rommel teljesen magába zárkózott. Mit tehet valaki, ha az állami vezetés bűnös? Tudta. De mit tehetett? Mit tegyen? Végezzen Hitlerrel? Ez elképzelhetetlen volt Rommel számára, mikor Hitler hívta, lehangoltsága elszállt. Neki kellett meghiúsítania a szövetségesek francia partra szállását. Határozottan munkához látott, de... Rommel lendülete elszállt. Erre csak az jött rá, aki korábban is ismerte. Nem mintha elhanyagolta volna teendőit. Ilyet ő sohasem tett. De nagyon megváltozott. A veszteség baljóslatú előérzete foglalkoztatta. A La Roche-Guyon palotában lévő főhadiszállásán Németország jövőjéért aggódott. A legfontosabb dolog a két fronton vívott háború volt. Lehet folytatni? Rommel kétségeit később ellene fordították. Fáradhatatlanul rótta a csatorna partját, lázasan dolgozva az atlanti védelem felállításán, tevékenységével próbálva elkendőzni a valóságot. A német népnek egy energikus Rommelt mutattak be. 1944. márciusa. Rommel tábornagy nyugaton volt egy megbeszélésen. A német hadsereg felkészült az ellenség partra szállására. La Roche-Guyon, Rommel főhadiszállása volt az ellenállás gyülekező helye. Stübnagel és Spiedel tábornokok megpróbálták megnyerni őt a nyugati háború befejezésének sürgetéséhez, ugyanakkor Hitler meggyilkolását tervezték. Rommel tudott-e erről? Csak a partra szállás gondolata foglalkoztatta és reménykedett. Bizakodóbb vagyok. Ha a brittek még két hetet várnak, nem fogok félni. A csatorna túloldalán Rommel neve még mindig elrettentő volt. Egyszerűen mondva. Ó, ne! Könyörgök, ne! A nagy nap előtt határtalanul bizakodó volt. Csapataink lelkesedésének és az új fegyvereknek köszönhetően várhatjuk az eseményeket. És egyáltalán nem kell nyugtalankodnunk. Biztos vagyok abban, hogy minden jól fog menni. És kétlem, hogy a britek még próbálkoznának. A képernyőn teljesen más személynek tűnik. Legalábbis nekem.
De ismerem apámat, és meglepett, mert sosem hallottam őt így beszélni. Június 6-ára rossz időt jeleztek. Rommel Heringenbe utazott, a felesége születésnapját ünnepelték. Június 6-án reggel Speidel tábornok telefonált és értesítette apámat, hogy a parton mozgolódást észleltek. Gépfegyvertüzet hallottak, de senki sem tudta, hogy megkezdődött-e a támadás. Ott voltam, amikor apám megkérdezte, visszatérjen-e azonnal. Speidel azt mondta, hogy várjon, amíg új híreket nem kap. Apám csomagja elő volt készítve. Körülbelül egy óra múlva Speidel ismét telefonált. Igen, partra szálltak. Az inváziós partra szállás napja. Míg Rommel ünnepelt és Hitler a Berghofban aludt, hatalmas légitámadással megkezdődött a partra szállás. Ebben a fontos pillanatban a tábornagy távol volt, akár csak El Alameinnél. A szövetségesek nem Calais-nál szálltak partra, ahogy számították, hanem Normandiában. A németeknek nem sikerült visszaverniük a támadókat. A szövetségesek hídfőállásokat hoztak létre. A végkimenetel kibontakozni látszott. Rommel két észak-afrikai régi ellenfelével állt szemben. Montgomery-vel és Eisenhower-rel. A szövetségesek repülőinek tüze alatt a német tankok túl későn indultak Normandia felé. Egy héttel a partra szállás megkezdése után a helyzet kezdett egyre reménytelenebbé válni. A német katonák esélytelen harcot vívtak egy számbeli fölényben lévő ellenséggel. Naponta ezreket ejtettek foglyul. Egyre több katona halt meg, a 16 éveseket is kezdték feláldozni. Von Rundstedt és Rommel végre politikai megoldást követeltek. De hosszú ideig úgy gondolta, hogy ha ismerteti Hitlerrel a valós helyzetet, levonja a nyilvánvaló következtetéseket, és le fog mondani. Egy tábornok álmai, aki már próbált kompromisszumokat kötni Hitlerrel. Hitler elzavarta. Speidel megint tettekre sürgette. Rommel tétovázott. Valószínűleg beszéltek a gyilkosságról. Halála előtt, amikor a Gestapo a házunk előtt állt, apám azt mondta: a halott Hitler sokkal veszélyesebb lenne, mint az élő. Mindig ellenezte a gyilkosságot. Az önkényuralom ideje alatt is az igazság illúziójában élt. Nem akart részt vállalni Hitler meggyilkolásában. Bár azon a véleményen volt, hogy Hitlernek távoznia kell. Sőt, le is kell őt tartóztatni. Olyan szerepet akart játszani, mint Hindenburg az első világháború után. Rommel akart az lenni, aki véget vet a háborúnak, és tudta, hogy nem sok idő maradt hátra. Egyik hadosztályparancsnoktól a másikhoz ment, támogatást keresve. A nyugaton kötendő tűzszünetről beszélt a parancsnokokkal. Hogy a német csapatok visszavonulhassanak a határra. Július 17-én Rommel főhadiszállása felé tartott a frontról egy nyitott autóban, mint mindig. A véletlen folytán pontosan a Montgomery nevű falucskában történt az, amit később hadsegédje Helmut Lang jelentett. A hátsó ülésen utaztam. Délután 6 óra körül Rommel autója megérkezett Livarotba.
Érkezésünkkor 8 vadászgépet láttunk a város fölött. A megfigyelő hirtelen jelentette, hogy 2 gép az út felé tart. Plötzlich meldete der Luftspeer, dass 2 Flugzeuge in Richtung auf die Straße eingedreht seien. Danielt, a sofőrt utasították, hogy hajtson a 300 méterrel távolabbi mellékútra. Mielőtt odaértünk volna, a gépek 500 méterre értek, és az első tüzet nyitott. A sofőr vállát és karját leszakították a golyók. Hadsegédjének medence csontját szétroncsolta egy felrobbanó töltény. Apám kiesett az autóból, és egy repesz megsebesítette. Aggódtunk, de örültünk, hogy életben maradt. Anyám értesített arról, hogy megsebesült. Hitler is csak megsérült a 3 nappal később elkövetett bombamerényletben. A Farkasodúban súlyosan megsérültek között volt Rommel barátja, Rudolf Schmundt is, Hitler egyik segédtisztje. Schmundt révén Rommel bármikor bejuthatott Hitlerhez. 10 héttel a merénylet után Schmundt váratlanul elhunyt. Bormann állt volna a háttérben, ahogy azt sokan gondolták. Rommel halálos ellensége számára a merénylet kiváló alkalom volt arra, hogy nagy tisztogatást rendezzen, amelybe Rommel is belekeveredett. Szeptember végén Bormann írt egy titkos levelet. Biztos, hogy Rommel benne volt. Azt mondta, hogy hajlandó részt venni a kormányzásban, miután az orgyilkosság sikerrel jár. Bormann cselszövése végzetes volt Rommel számára. És Goebbels most ezt írt a kedvencéről. A Führer meg van győződve arról, hogy Rommel nem keveredett bele az orgyilkosság előkészítésébe, de tudott róla. Keserű csalódás ez számomra. Végül Hitler eltaszította egykori kedvenc tábornokát. A hadsereg vezetői, akik irigyelték Rommelt, elintézték a többit egy katonai törvényszék, az úgynevezett becsületbíróság segítségével. A becsületbíróság csak komédiázás volt. Szomorú, hogy a német tábornokok kénytelenek voltak rendelkezésére állni. Akár csak von Rundstedt tábornagy. Apám franciaországi főhadiszállásáról távozva azt mondta, Hitler megcsókolhatja a seggét. Ő volt a becsületbíróság elnöke. Ez is azt mutatja, milyen nyomásnak voltak kitéve, és mennyire elnyomta Hitler a hadsereget. Rommel rájött, hogy szorul a hurok a nyaka körül. A Gestapo emberei éjjel-nappal az ajtó előtt álltak. Apám azt mondta, hogy nem fogjuk megkönnyíteni a dolgukat, nem hagyom magam agyonlőni. Katonai őrizetet kapott. Egyre nyilvánvalóbb volt, hogy ő is belekeveredett. Azt mondta, lehetséges, hogy estére halott leszek. 1944. október 14-e délelőtt 10 óra. Rommel sétálni indult fiával. Ugyanakkor egy vonat közeledett úti céljához, Ulmhoz. A tehervagonban egy koszorú feküdt. Berlin már megrendelte az állami temetést, és már megfogalmazták a részvét táviratot. Heringen, Ulm mellett. Délkörül egy Berlinből érkező fekete limuzin tart Erwin Rommel háza felé. Összecsapták a sarkukat, és közölték, hogy csak a tábornaggyal akarnak találkozni. Azt hiszem az egyik Burgdorf tábornok volt, és a másik Meissel tábornok, aki egy idő után távozott. Rommelt azzal vádolták, hogy részt vett a július 20-ai bombamerényletben. Választhatott a méreggel való öngyilkosság, vagy a népbíróság között. Ez utóbbi családjára is kiterjesztette volna a felelősséget.
Erwin Rommel úgy döntött, hogy megkíméli családját, és bevette a mérget. Egy olyan rendszer parancsára lett öngyilkos, amely hősként mutatta őt be, és hősi halált ötölt ki számára, amikor elege lett a játszmából. Ön szeretett Rommel! Általam köszön mindent a Führer! Általam búcsúzik tőled. Családod mellett vagyunk fájdalmában és gyászában. Hősi halálod eszünkbe juttatja a jelszót. Harcolj a győzelemig! Ellentmondásos személynek látom őt egy olyan korban, amikor nagyon nehéz volt becsületesnek maradni. Hogyan viselkedtem volna ilyen körülmények között? Ezt a kérdést valakinek föl kellene tennie.